Új korszak kezdődött a kórház és a város életében október 17-én. 7 év eltelte után újra megnyíltak a műtők, és az egynapos sebészeti osztály beindulásával visszaállt az aktív ellátás az intézményben. Alapvetően azt kell tudni, hogy 2013-ban indított az egészségügyi államtitkárság, illetve akkor még az önkormányzat is részt vett benne egy közös pályázatot, ami keretén belül a kórház fejlesztését lehetett megpályázni. Elsősorban ugye 2012-ben az aktív betegellátás megszűnt Kiskunfélegyházán, ezt követően itt nyílt meg most arra a lehetőség, hogy a szakrendelések, illetve maga a kórházi betegellátás egynapos sebészeti és belgyógyászati műtéti eljárások visszaállítása kerülhessenek. Illetve valamilyen szinten célunk az is, hogy a sürgősségi betegellátás is Kiskunfélegyházára vissza tudjon kerülni. Mai nap folyamán már 6 sebészeti műtétet hajtanak végre. Régi kedves ismerősünk, ugye félegyháziak számára, dr. Mészáros János, egészségügyi helyettes államtitkár, illetve dr. Lénárt Endre, aki az egészségellátó központ főigazgató helyettese, illetve Körtvélsi András, a félegyházi kórháznak az igazgatója, is részt vesznek ezekbe a műtétekbe, és azt gondolom, hogy ez ma egy olyan ünnepnap a város életében, ahol most már nem csak arról beszéltünk, hogy a szakrendelések vannak szépen, hanem a maga a műtéti lehetőség is. Illetve nem csak lehetőség, hanem késztényként mondhatjuk, hogy műtenek Félegyházán, tehát megint a valós kórház funkció helyre áll át a városban. Itt azért nem áll meg a fejlesztése a kórháznak, tehát már gondolkodunk olyan további lehetőségbe, amik mindenképpen befolyásolni fogják a félegyházi a komfort érzetét a betegellátás területén. Igazándiból azt a két műtőt teljesen be kellett újra rendezni. Ugye 2010. szeptemberében volt az utolsó műtét, és azért ezeknek nem a szavatossága, hanem a garanciája is lejár. Elképzelhető, ezek a műszerek elavulnak időközben, nem várhatnak javíthatóvá, tehát azért 7 év az nagyon sok idő. Van köztük, ami használható, amiket sikerült összeszednünk, 2 altatógép, ami még jó, azt sikerült felújítani, az csereként be vannak téve a hadasorba, viszont tiszta új az összes többi eszköz, minden szinte. Lehetőség szerint reggel bejön a beteg, előtte kivizsgálás történt, itt effektíve a műtét megtörténik, és este haza tud menni. Tehát ez az óriási előnye. Ez egyébként, ahogy korábbi felmérések történtek, itt ebben a régióban egy 60-70 műtétet jelenthetne, akár hetente. Ennyi igény volna az egész megyében. Ha mi ebből a felét el tudjuk vinni, az már azt gondolom, hogy nagyon szép. A beruházásból kialakított modern és tágas műtőegységben és egynapos sebészeti osztályon 21. századi körülmények állnak rendelkezésre, mely az itt elvégezhető műtétekkel terhet vesz le a megyei kórház válláról és csökkenti a nagyobb műtétek várakozási idejét. Az első műtétek után a kórház vezetése sajtótájékoztatót tartott, melyen az új ellátással kapcsolatos információkat ismertették. Dr. Mészáros János egészségügyi ellátórendszer működtetéséért felelős helyettes államtitkár a jövőbeni fejlesztésekről is bizakodóan beszélt. És sebészként nekem is van alkalmam Lénárt Endre kollégámmal együtt, hogy ezen az első egynapos sebészeti műtéti napon mi is a műtéti programban részt tudjunk venni. Már csak azért is, mert 1994. október 3-án ugyanígy egymás mellett voltunk, amikor Kiskunfélegyházán elkezdtünk dolgozni a sebészeti osztályon, és az élet ugyan elragadott innen bennünket, de az egy fantasztikus dolog, hogy ennél a nagyon komoly mérföldkőnél újra itt lehetünk, és abból a csapatból, akivel együtt dolgoztunk, nagyon sok arcot látva el lehet mondani azt, hogy a kórház működése stabil, és azokat az új arcokat, akiket pedig ma láttunk először, azokról pedig el lehet mondani azt, hogy abszolút mértékben elkötelezettek annak érdekében, hogy a kórház a lakosság felé ezt a fajta emelt szintű ellátást tudja nyújtani, és a jövőben ezt tovább tudjon fejlődni. És a magam részére azt tudom ígérni, hogy a működéshez szükséges feltételeket és azokat az erőforrásokat, ami ahhoz kell, hogy az egynapos sebészet és a kórház működése stabil tudjon maradni a jövőben, magam részéről mindent el fogok követni, hogy ez így tudjon maradni a jövőben is. Köszönöm szépen!